Vannak-e jellegzetes sütemények, szokások, amit magukkal hoztak Karcagra, és hol tart az ajándékok beszerzésével? Kérdeztük Koncz Tibor Esperestől. Kiderült, felesége már, ami szükséges volt, beszerezte. A töltött káposzta esetében két tájegység és irányzat vetélkedik. Egyik a borsodi, ami savanyított káposztából készül, a másik a nyírségi, a paradicsomos. Mellette a két nagyfiú kedvéért sült húsok is lesznek. Nálunk mindig a halászlé a kiindulási pont, és erre már, amit szükséges volt, megszereztünk. Ezt követően pedig a töltött káposzta. Itt két tájegység és két irányzat vetélkedik egymással. Az egyik a borsodi irányzat, ez egy savanyított káposztából készülő töltött káposzta, nagyon szeretjük. A másik pedig az én szatmári nyírségi irányzatom, ez a paradicsomos töltött káposzta, azt is nagyon szeretjük. Ezen kívül természetesen a sült húsok mennek, tekintettel arra, hogyha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a két fiunk haza tud jönni, és mivel két felnőtt emberről van szó, ennek megfelelően egyrészt a mennyiséget és a variációs lehetőséget is figyelembe kell venni, tehát valóban egy nagy közös ebédekre készülünk. Sütemény ilyenkor a hagyományos beigli? Igen, ebben az én drága anyósom egy nagyon nagy művész, és van egy nagyon jó szokása, hogy nem spórolja ki belőle a cukrot. Ez azért jó, mert így egyedül én eszem. Mert nálunk a családban cukros dolgot rajtam kívül senki nem eszik. Úgyhogy egy csodálatos várom is, csodálatos mákos és diós beiglé kompozíciót készít az én kedves anyósom. Magam részéről pedig, amit el szoktam ejteni, hát ha halló fülekre találok, ez pedig valamilyen diós torta. Egyébként az ajándékozás jelképes szokott lenni, vagy személyre szabott, tehát itt mennyire tartják még, hiszen mondta ön is, hogy már a fiúk is nagyok. Igen, semmiképpen nem jelképes, tehát mi hiszünk abban, hogy olyat kell adni, ami hasznos, egyfelől azért, mert így biztosan nem kerül sehová, a szekrény mélyére, másrészt pedig emlékeztet ránk. Ehhez viszont nyilván tudni kell, hogy kinek adjuk, tehát mi ismerjük a családtagjainknak az élet ritmusát, életvitelét, hogy kinek mire van igazából most ebben az időszakban szüksége. Tekintettel arra, hogy több születésnap is erre, meg névnap erre az időszakra esik nálunk, ezért nehéz helyzetben vagyunk, de az előnyére fordítottuk a dolgot, inkább jelentősebbet, egyet. És akkor így megoldódik, hogy a névnap, születésnap föloldása a karácsonnyal, ez így együtt összeszokott nálunk szépen sikeredni. A fenyőfa díszítésre külön bizottság van náluk. Felesége és kisebbek fia ennek a szakértői. Koncz Tibornak csak a fát kell előkészíteni, majd a díszítés után takarítania, elpakolnia. Nálunk egy speciális helyzet van, mert egy fenyőfa díszítő bizottságot hoztunk létre. Ez azt jelenti, hogy a feleségem és a kisebbik fiam, ők ketten. Ennek a nagy szakértői, rám annyi teher nehezedik, hogy elő kell vennem, elő kell készítenem, és utána pedig majd takarítani, és el kell pakolni.